Járvány van. Az influenza figyelő szolgálat adatai szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 49. héten lépte át a járványküszöböt a megbetegedések száma. Nem jogerős ítélet. 12 év fegyházbüntetésre ítélte a nyíregyházi törvényszék azt a bökönyi férfit, aki többször is megerőszakolta 14 éves nevelt lányát. Kapcsolatukból egy gyerek is született. Fontos a képzettség. Idegen nyelv ismerettel lehet a leghamarabb elhelyezkedni. Minél magasabb iskolai végzettsége van valakinek, annál hamarabb talál állást. Járvány van. Az influenza figyelő szolgálat adatai szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 49. héten lépte át a járványküszöböt a megbetegedések száma. Mondta el szerkesztőségünknek dr. Zalcman Marianna, megyei tiszti főorvos. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az influenza vírus A-típusát laboratóriumi vizsgálatok is igazolták. A házi orvosi rendelők betegforgalma jócskán megnövekedett a vírusfertőzések miatt. Zsúfoltak a gyermek és felnőtt házi orvosi rendelők, az influenza-szerű megbetegedések megnövelték a betegforgalmat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei praxisokban is. Köhögés, nátha és láz miatt fordulnak orvoshoz leginkább, de egy hasmenéses járvány is ágynak döntötte a betegeket. Országszerte még ugyan nem mondható, hogy járvány van, de itt bizony a megyében nálunk már járványról beszélhetünk. A 49. héten Újfehértóról volt az első olyan Sentinel orvos által beküldött minta, ami pozitív lett. Egyébként nagyon örülünk a bot doktor úrnak küldött mintáknak, azért, mert ő az, aki nagyon jól diagnosztizálja, és elsősorban azt is észleljük, hogy ezek a minták pozitívak is lesznek. Na most az 50. héten észleltünk egyébként halmozódást már iskolában is, a Petőfi Sándor Általános Iskolában volt egy olyan halmozódás, ahol megint azt láttuk, hogy kijött az A-típusú influenza, illetőleg 51. héten már Kisvárdán lehetett látni, hogy ugyanúgy halmozódások vannak. Doktor, fáj a légcsövem, a homloköreg részem, mint a jobb oldalon a alcsöreg rész. Uh-huh. Láza volt? Lázam nem volt. Köhögem, van-e valami? Hát ilyen száraz köhögés jellegű az van, de inkább a homloküreg, alcüreg az nagyon feszítő fájás van benne. A panaszok többsége vírusfertőzés, mondja a házi orvos, aki hozzáteszi, nem érdemes elhanyagolni a betegséget. A több napon át fennálló panaszokkal orvoshoz kell menni, mielőtt szövődmények, tüdő vagy mellhártya gyulladás alakulna ki. A praxisokban van még influenza elleni oltóanyag, amely véd a laboratóriumi vizsgálatok által megtalált H3N2 típusú vírustól is. Az oltást még most sem késő beadatni. A védőoltás kialakulásának időtartam az egy 2 hét az influenza oltásról, hogyha beszélünk. Természetesen ajánljuk különösen azoknak, akik különösen kitett pozícióban, munkakörökben dolgoznak idős korosztálynak, egy félszolgálatosoknak, tanároknak, vagy akik tényleg sok emberrel találkoznak. Érdemes, hogy felvegyék. Ez persze az összes felső légúti fertőzéstől nem véd meg ez a védőoltás, de az influenzának bizony nagyon súlyos szövődményei tudnak lenni. Ráadásul minél többen kérik a vakcinát, annál nagyobb lesz a lakosság átoltottsága, lassabban terjed a vírus és kisebb lehet a járvány. Egyébként a 15-34 éves korosztályból került ki a legtöbb beteg. Az orvoshoz fordulók 38%-a fiatal felnőtt, őket a gyerekek követik. Ezért fontos, hogy a megbetegedettek ne menjenek közösségbe, pár napig maradjanak otthon. A nyíregyházi József András Oktatókórház gyermek és szülészetnőgyógyászati osztályain továbbra is látogatási tilalom van. Nem jogerősen 12 év fegyházbüntetésre ítélte a nyíregyházi törvényszék pénteken azt a bökönyi férfit, aki 2013-ban és 2014-ben többször is megerőszakolta 14 éves nevelt lányát. Kapcsolatukból egy gyerek is született. Hirdetem a nyíregyházi törvényszék ítéletét. Vádott bűnös, folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak büntetében, BTK 197 szakasz 1 bekezdés kis A pont, 3 bekezdés A és B pont, 4 bekezdés kis B pont. Ezért a bíróság 12 év szabadságvesztés büntetése és 10 év közügyektől eltiltás mellékbüntetése ítéli. A szabadságvesztés büntetés végrehajtási fokozata fegyház. A
A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott 2004 óta volt élettársa a bűncselekmény időpontjában 14 éves sértett édesanyjának. A férfi rendszeresen bántalmazta az általa 5 éves kora óta nevelt lányt, és először 2013 karácsonyán, másodjára pedig 2014 májusában erőszakoskodott vele. A közösülés után a vádlott ismét megfenyegette őt, hogy ha bárkinek elmeri mondani a történteket, akkor hasba szúrja és a hátát is eltöri. A sértett az aktus után teherbe esett, de a nevelőapjától féleme miatt még az édesanyjának sem mert szólni. A vádlott ezután még 2 alkalommal közösült erőszakkal nevelt lányával, 2014 nyarán és 2014 szeptember hónapban. A lány viselkedésének megváltozását az általános iskolában vették észre. Az intézmény értesítette a családgondozókat, a sértett nekik vallotta be először az erőszakot. Az ekkor 27 hetes terhes lány nevelőszülőkhöz került, majd anyja halála után 16 évesen megszülte kislányát. A bírói tanács elnöke hangsúlyozta, a vádlott első kihallgatásán beismertetettét, majd ezt a vallomását visszavonta. Későbbi meghallgatásain az aktust ugyan elismerte, de azt mondta, a közösülés a lány beleegyezésével történt. A bíróság a vádlott ezen ellenmondásos védekezését, vallomásait nem fogadta el. Sértett az eljárás során végig határozottan állította, hogy a nevelőapja vele erőszakot alkalmazva közösült. Az ítéletet az ügyész tudomásul vette. Vádlott és védője enyhítésért fellebbezett. A per a debreceni ítélőtáblán folytatódik. Idegen nyelv ismerettel lehet a leghamarabb elhelyezkedni. Minél magasabb iskolai végzettsége van valakinek, annál hamarabb talál állást. A munkaerő közvetítéssel foglalkozó cégek szerint a szellemi munkaerőt is vadásszák a cégek, amelyben elsősorban mérnökökre lenne szükség. A felsőoktatásban résztvevők száma növekszik, de inkább a 30 év felettiek kapnak diplomát. December 21-től már a felvi.hu-n látható a felsőoktatási intézmények képzési kínálata. A felvételi tájékoztatóban a Nyíregyházi Egyetem szeptemberben induló képzéseit is megtalálhatják, akik februárban az egyetemet jelölik meg a jelentkezési lapon. Az intézmény 19 szakot hirdet alapképzésben, felhívják a figyelmet arra, hogy az óvodapedagógus, a közösségszervező és a hivatásos repülőgép vezető szakok most még nem láthatók a tájékoztatóban, csak a január 31-i pótkötelezőben jelennek meg, ugyanis ebből 2 már decemberben akkreditáltak. Az óvodapedagógus az nagyon várt és nagyon régen óhajtott szak, és hát nagyon bízom a közösségszervezőben is, hiszen ez a kulturális területnek nem volt felsőfokú képzése, és ennek van olyan szakiránya, az ifjúság segítő például, ami csak mi kaptuk meg az országban egyedül. Tavaly 1400 első évest vettek fel a Nyíregyházi Egyetemre, szeretnék, ha növekedne a hallgatók száma az intézményben szeptembertől. A gazdálkodás és menedzsment, a mérnöki szakokon már duális képzésben tanulhatnak a hallgatók. Az egyetemen egyébként azt tapasztalják, hogy egyre több a 30 év feletti diplomás. Egyrészt a mesterképzéseken főként 30 év felettiek végeznek, másrészt az első diplomát szerzők, ha nincs nyelvvizsgájuk, az abszolutórium után csak pár évvel később veszik át diplomájukat, ha sikeresen nyelvvizsgáztak. Sok esetben viszont a diploma és a nyelvvizsga is kevés egy jó álláshoz. A munkaerőközvetítők azt tapasztalják, hogy az aktív idegen nyelvtudást kérik inkább a munkáltatók. Mi javarészt autóipari beszállítókkal dolgozunk, vagy elektronikai gyártócégekkel, Szabolcs megyét tekintve, hogy az optikai gyártócégekkel, és általában mérnöki kereséseink vannak, valamint beszerző, logisztika és minden, ami ugye a termeléshez köthető. A munkaerőközvetítőknél a cégek mindinkább keresik a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezőket, csak ebben a megyében évente 50-60 fő kap állást egy-két idegen nyelv tudással, felsőfokú végzettséggel. Hármas karambol történt ma délelőtt Nyíregyházán, a Korányi Frigyes utcán. Egy haszonjármű nem adott elsőbséget egy szemből egyenesen haladó gépjárműnek a Ródi Gyula utcai csomópontban, és neki ment a vele szemben szabályosan érkezőnek. A vétlen jármű egy harmadik autónak is neki csapódott. A balesetben 3 sérültek meg. Műjégpályán hódolhatnak szenvedélyüknek a korcsolyázás szerelmesei Máté Szalkán. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. 4 fiatal nyíregyházi kosaras, Fazekas Csaba, Sitku Márton, Mokánszki Máté és Farkas Dániel is meghívót kapott az U18-as válogatott legutóbbi edzőtáborába.
A csapat szintén nyíregyházi edzője Ferenci Tamás szerint mind a négy játékosnak esélye van arra, hogy ott legyen a nyári tallini B csoportos Európa-bajnokságra utazó keretben. Fogarasi Zoltán a Máté Szalkai MTK labdarúgó csapatának új edzője. A legutóbb az NB2-es Cigánnál dolgozó szakembertől a bennmaradás kiharcolását várja a megyei első osztályú klub vezetése. A Máté Szalka hétfőn kezdi el a felkészülést. Műjégpályán hódolhatnak szenvedélyüknek a korcsolyázás szerelmesei Máté Szalkán. A helyi gyerekek tanórákon is elsajátíthatják a téli sport alapjait. A helyi önkormányzat távlati célja egy fedett jégcsarnok kialakítása a Szatmári városban. Vidáman korcsolyáznak a gyerekek a Máté Szalkai műjégpályán. A téli sport szerelmesei egyre ügyesebbek a Szatmári városban, mivel már második hónapja hódolhatnak szenvedélyüknek a 260 négyzetméteres alapterületű pályán. Egy rég dédelgetett álom vált valóra Máté Szalkán, ugyanis több éven keresztül terveztük a városvezetők is, testnevelő tanárok is, hogy a téli sportok szerelmese is helyt kapjanak itt a városban. Most a 2016-os évben sikerült megegyeznünk egy környékbeli vállalkozóval arról, hogy műjégpályát telepítsen ide, hiszen ezek az elmúlt évben történt telek azért nem tették mindig lehetővé azt tartósan, hogy a téli sportok szerelmesei itt ilyen alföldi tájakon is tudjanak élvezetesen szórakozni. A korcsolyázás növeli a koordinációs képességet, fejleszti az egyensúlyérzéket, ráadásul sokkal kevésbé terheli meg az ízületeket, mint más sportok. Persze a gyerekek nem ezért húznak korcsolyacipőt, egyszerűen élvezik a szabadban siklás örömét. Nagyon jó ez a korcsolyapálya, és a szabadidőket itt tölthettük, és családdal is ide szoktunk jönni, ha bárhova valamilyen téli sportot akarunk, és akkor... Nagyon örülök, hogy itt megnyílt egy ilyen korcsolyapálya, mert itt is ugyanolyan esélyeket adtak, amilyeneket máshol is lehet. Nagyon örülök, hogy ide tudunk járni az osztállyal, és hogy a családunkkal is ide tudunk jönni, és megtanulhatunk jégkorcsolyázni, és hogy nyers trükköket is tudunk. A gyerekek iskolai tanórák keretében is elsajátíthatják a korcsolyázás alapjait. Úgy gondoltuk az önkormányzat vezetése, polgármester úr akarjolta, hogy korcsolyaperceket vásárolunk, így a tanulmányi időszakban, decemberben és januárban is, a délelőtti órákban, 9-13 óráig az 5 általános iskola és a 4 középiskola az önkormányzat által finanszírozott kereteken belül ingyen használhatja a korcsolyapályát. Ezen túlmenőleg este 9 óráig tart nyitva a korcsolyapálya, ahol a városlakók a többi időben a szabadidő aktív eltöltését végezhetik itt ezen a korcsolyapályán. A pálya január végéig üzemel, a Máté Szalkai önkormányzat távlati tervei között pedig egy fedett jégcsarnok kialakítása is szerepel. Négy fiatal nyíregyházi kosaras, Fazekas Csaba, Sitku Márton, Mokánszki Máté és Farkas Dániel is meghívót kapott az U18-as válogatott legutóbbi edzőtáborába. A csapat szintén nyíregyházi edzője Ferenci Tamás szerint mind a négy játékosnak esélye van arra, hogy ott legyen a nyári tallini B csoportos Európa-bajnokságra utazó keretben. Az elmúlt bő egy évtizedben rendre voltak nyíregyházi játékosok a korosztályos válogatottakban, és a szakmai stábban is képviselték szakemberek a megyeszékhelyt. Egy korosztályban az eddigi maximum 3 kosaras volt, 2013-ban Jakab Péter, Poyák László és Varga Márton is tagja volt a romániai B-csoportos Európa-bajnokságon bronzérmet szerző csapatnak. Ez a szám nyáron akár 4-re is nőhet, mivel az U18-as válogatott két ünnep közötti székesfehérvári edzőtáborába 4 nyíregyházi fiatal, Fazekas Csaba, Sitku Márton, Mokánszki Máté és Farkas Dániel is meghívót kapott Ferenci Tamás szövetségi edzőtől. Mind a négynek a hozzáállásával, munkamoráljával maximálisan elégedettek voltunk. Mokánszki Máté kezdte betegen a edzőtábort, ő úgy érkezett meg, hogy előtte való este hőemelkedése volt, úgyhogy az első edzés kihagyta, de utána ő is szerdától teljes
mértékben részt vett az edzéseken. Mind a négyen jól dolgoztak, amit tudni kell, hogy Fazekas Csabi azért a korosztályát tekintve országos szinten is kiemelkedik, tehát őnek nagyon fontos szerepe lesz majd a Európa-bajnokságon is. A másik három srác előtt is nyitva áll a válogatott kapuja. Fél év van még, mire kijelöljük majd a közvetlen 16-os keretet a felkészülésre. Mind a hárman bízom benne, hogy rengeteget fognak fejlődni, és ezáltal fejtörést, illetve gondot okoznak a szakmai stábnak, hogy kiből válasszuk ki a 16 játékost, akivel elkezdjük a közvetlen felkészülést. A szakmai stáb tagja a szintén nyíregyházi Farkasinszki Gábor is, aki a játékosok erőnlétéért felel. Most kezdjük el a fizikális fejlesztésüket. Pont ugye előző ünnep, tehát a december végi időszakban volt ugye Heraklészét, ahol leginkább a mostani felmérésekre helyeztük a hangsúlyt, hogy majd a nyári programot ehhez tudjuk megfelelően alakítani náluk is. Ilyenkor az év elején korábban már tudni lehetett, hogy ki kell lép pályára a csapat a nyári kontinens tornán, jelenleg azonban csak a helyszín biztos. Észtországba, Tallinnba fogunk majd menni. Az ellenfeleink még nem ismertek, ugyanis a nyáron a Törökország politikai helyzet miatt az A divíziónak a megrendezését elhalasztották. Karácsony előtt lett vége, ugye karácsony előtt derült ki, hogy ki az, aki kiesett az A divízióból. Most a napokban fogják tartani majd a sorsolást, úgyhogy lehet, hogy egy-két nap múlva már okosabbak leszünk, és tudni fogjuk a csoport ellenfeleinket is. Legközelebb a tavaszi szünetben találkozik a válogatott keret. A tervek szerint akkor Székesfehérváron két felkészülési mérkőzést is játszik a nemzeti együttes. Fogarasi Zoltán a Máté Szalkai MTK labdarúgó csapatának új edzője. A legutóbb az NB2-es Cigántnál dolgozó szakembertől a bennmaradás kiharcolását várja a megyei első osztályú klub vezetése. A Máté Szalka hétfőn kezdi el a felkészülést. Várakozás alatt szerepelt az őszi szezonban a Máté Szalkai futballcsapat, a téli szünetben a 12. helyen áll a tabellán a Szatmári Gárda. Az MMTK Siska Attila irányításával kezdte el a bajnokságot, majd az ősz utolsó négy meccsén egy háromtagú stáb állított össze a csapatot. Ez a megoldás csak ideiglenes volt, a klub vezetői a szezon vége óta keresték az új edzőt. Csütörtökön eldőlt, hogy tavasszal Fogarasi Zoltán ül majd a csapat kispadján. A nyíregyházi szakember legutóbb az NB2-es Cigánnál dolgozott, amely vele jutott fel a másodosztályba. A tréner utoljára 4 évvel ezelőtt edzősködött a megyében, ennek ellenére nem lesz ismeretlen számára a közeg. Képbe vagyok a szabolcsi futballal, hiszen folyamatosan követtem az eseményeket, illetve azért 2013 volt egy amatőr Európa bajnokság, ahol a szabolcsi játékosokból összerakott csapata, az egyik edző kollégám és a jó magam irányításával az Európa bajnoki bronzérmet szereztünk. Úgyhogy azóta is nyilván követem az eseményeket, tudom azt, hogy a Máté Szalka is milyen pozíciót képvisel, hogyan állnak most, nem éppen fényesen, és tudom, hogy az elvárások is erre utalnak, hogy kicsit lépjünk előrébb, de a többi csapat erejével is tiszta vagyok. Mondhatom nyugodtan, hogy a Szabolcs-Szatmári megyei futball a múltját, a jelenét tekintve is egyik legerősebb az országban. Fogarasi Zoltántól a bennmaradás kiharcolását várja a klub vezetése, a szakember azonban szeretne a mezőny első felében végezni csapatával. Ehhez elsősorban az őszinél eredményesebb támadó játékra lesz szükség. Nagyon kevés gólt rúgott a gárda, ugye 15 meccsen 19 rúgott gól az nem egy szívderítő. Nem beszélve arról, hogy azért ez leátlagolva a meccsenkénti gólok, a szerzett gólok számát, ez inkább a vesztett pontok felé hajlik, mint sem a szerzett pontok irányába, viszont a kapott gólok száma sem sok. Tehát ahhoz képest, hogy 12. a csapat, és kapott 16 gólt, én azt gondolom, hogy ez egy remek mutató. Általában ilyen pozícióban azért 25-30 gól felett járnak már a csapatok, tehát erre lehet építeni mindenképpen, viszont támadó játékunk hatékonyságát mindenképpen erősítenünk kell ahhoz, hogy itt azért jelentős előrelépés legyen. Elsősorban játékban, de úgy gondolom, hogy ha játékban előrelépés, akkor az eredményességben is meg fog mutatkozni. A Máté Szalkai MTK hétfőn kezdi el a felkészülést. A csapat a megyei igazgatóság által szervezett műfüves téli torna nyírbátori csoportjában lép majd pályára hétvégenként. Az MMTK a tavaszi nyitófordulóban a nagyhalászt fogadja. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Járvány van. Az influenza figyelő szolgálat adatai szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 49. héten lépte át a járvány küszöböt a megbetegedések száma, mondta el szerkesztőségünknek dr. Zalcman Marianna, megyei tiszti főorvos. Az influenza vírus A típusát laboratóriumi vizsgálatok is igazolták. A házi orvosi rendelők betegforgalma jócskán megnövekedett a vírusfertőzések miatt.
Nem jogerősen 12 év fegyházbüntetésre ítélte a nyíregyházi törvényszék pénteken azt a bökönyi férfit, aki 2013-ban és 2014-ben többször is megerőszakolta 14 éves nevelt lányát. Kapcsolatukból egy gyerek is született. Idegen nyelv ismerettel lehet a leghamarabb elhelyezkedni. Minél magasabb iskolai végzettsége van valakinek, annál hamarabb talál állást. A munkaerő közvetítéssel foglalkozó cégek szerint a szellemi munkaerőt is vadásszák a cégek, a megyében elsősorban mérnökökre lenne szükség. A felsőoktatásban résztvevők száma növekszik, de inkább a 30 év felettiek kapnak diplomát. A Kölcsei Televízió híradóját látták január 6-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn várjuk majd Önöket, a hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a krónikát láthatják. Tudósításainkat természetesen elérhetik weboldalunkon is. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Folytatódik a hideg időjárás. Szombat estig a Kárpát-medence nagy része fölé általában alacsony nedvességtartalmú, igen hideg levegő áramlik. A csípős éjszakát fagyos nappal követi. Az éjjel általában gyengén felhős idő várható, csapadék nem valószínű. Az északkeleti szél gyakran megerősödik, reggelre általában mínusz 19 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire gyengén felhős, napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északi szél sokfelé megerősödik, délutánra mínusz 10 fokig emelkedik a hőmérséklet, hideg fronti hatás van térségünkben. A következő napokban is hideg időre van kilátás, hosszabb, rövidebb napsütés mindenütt várható, de időnként erősen megnövekszik a felhőzet. Vasárnap csak néhol, hétfőn több felé előfordulhat kisebb havazás. Továbbra is igen csípős éjszakákra és fagyos nappalokra számíthatunk, enyhülés majd a jövő hét közepétől jöhet. A vízkereszt napi enyhe idő még nagy hideget jósol a népi megfigyelések szerint. Ha vízkereszt vizet ereszt, ízikedet padra rekezd. Idén vízkereszt kemény hideget hozott, bízhatunk tehát a rövid télben.